Újabb hétfő! Mit szóltok ehhez? Pörögnek a hetek, és esik az eső. Szia Csabi, szia Virág! Értesítjük a nézőket, hogy élő adásban vagy? Értesítve lesznek, akik még nincsenek itt. Szia Zsolt, Zsoltika! A több like, több nézőt vonzhat, csak így tovább. Szia Kata, hogy vagy? Accept, nem tudom, hogy mondják szépen. Szia, szia Ricsi, egy igazi Jézus Krisztus, üdvözlet nálam, remélem, hogy jól vagy. Lui atya, szép napot Csabának is. Hello Tomi, milyen volt a hétvége? Voltam felétek, ott tettem a burgerbe. Hétvégén egy országjáró túrán voltunk. Hol voltunk? Hertelendi kastély, Vác, Székesfehérvár. És képzeljétek el, voltunk szabaduló szobába. Szia Vivcsó, köszönöm szépen, hogy jöttél. Imre, köszönöm szépen, hogyha imádsz. Remélem, hogy a videóim tetszenek. Tegnap voltam a hegyekben, ott már szépen havazott. Nem! Zsolt, ilyet ne hírjál, nem eshet a hó. Amúgy hószaga van a levegőnek esténként. Észrevettétek? Hold utca Budapest. Tisztelettel, Imre. Jó, köszönjük az információt. Szia Laura. Szia, még mindig van masször és rehabilitációs szakember. Jó, ez egy apró hirdetés lassan. Mindenki írja be, amit szeretne üzenni másoknak, hogy eljusson másokhoz. Szóval szabaduló szobába voltunk, és kiszabadultunk, képzeljétek el. Igaz, hogy egy perc hiány, tehát még egy percünk volt a játékidőből, de megoldottuk. Tök izgalmas volt. Nagyon csinos vagy ma is, köszönöm szépen Vivcsó, hát most már melegen kell öltözni. Szia Szabolcs, 84 lájkot kaptam eddig, amúgy meg szól a zene, csak nem tudom, hogy miért nem hallatszik a zenénk. Köszönöm szépen Laura, köszönöm a dicséretet. Szia Mona, hogy vagy? Ja, leállt a zenénk. Cseri Egon, Szoszi drága, Szoszi. Egy igazi úr, szia, de komolyan. Mondom, nem viccelek, nem akarom, hogy essen a hó, tényleg nem akarom. Köszönöm szépen a követéseket. Szóval a lájkot úgy kell küldeni, hogy ütögetitek a kijelzőt, nem kötelező, de ajánlott. Nagyon vicces vagyok. Dick, mi van? Dick, only follow, goats, semmi. Semmi nincs, szia Hege, lehet, hogy köszöntem már egyszer. Lehet. Össze vagyok zavarodva. Annyian köszöntök, de muszáj mindenkinek visszaköszönnöm. Mert aztán szó írja a házenejét. Szép napot Ferencnek is. Milyen idő van nálatok? Meséljetek. Olyan szép barna szemeid vannak, mint Pocahontasnak. Van egy Pocahontasunk. Ő nem én vagyok, ő a gyönyörű, szépséges Juditom. Majd fog érkezni nem sokára. Jó a nacit? Kálcedónia. Ez az egyeses gatya jó rám, a többi az mind nagy. Mármint nem ez az egy gatya, hanem a Kálcedónia eses gatyák jók rám, a többi az külön életet ér rajtam. Megyek és külön mozog a gatya. Tök idegesítő. Geri üzeni nekem, hogy az ő neve Gergő. Összebírtam rakni, de köszönöm szépen. Ezentől akkor nem Gerinek, hanem Gergőnek foglak hívni. Úgy jó. Sápon melózunk. Szia, omegás fiúk, puszi. István, puszilunk titeket, jó munkát kívánunk. Reméljük, hogy az idő nem akaszt meg titeket a munkában. Szia Zsomi, szia. Köszönöm, hogy jöttél. Remélem, hogy nem az utolsó live-od volt, ma csak viccelődsz velünk. Szia Szandra, neked is szép napot, és köszönöm, hogy küldtél napocskát, mert hát ha kisüt, de nem úgy néz ki az idő. Boiler eladó, oké. Boiler is van, meg rehabilitációs masször szakemberünk is van már. Attila, szia. Milyen kitüntetést kaptam? Nem tudom, kaptam? Hol? Nem tudok róla. Sajnos nem vagyok. Esetleg a házi munka érdemrendjével vagyok kitüntetve ma. Jó, bedospred gazdag nőt keres. Én bemondtam rajtam, nem olyan, nem viccentem, tényleg úgyse volt, nem? Mindenki meggondolja magát. Azt kérdezik, hogy valaki neve tudja, hogy miért beteg a kutyám, én lefordítottam szépen magyarra. Nem tudjuk így láthatatlanban megítélni, hogy mi baj lehet a kutyusodnak, de reméljük, hogy semmi komoly. Néma Pistike üdvözöl, én is őt. Nagyon szívesen, bedospred. Én bármit bemondok, csak írjátok le. Állatorvosok erre vannak, igen, Mona mondja a tutit. Szerintem is az a jó, ha orvos látja. Tudod-e, hogy egy tömegpusztító fegyver vagy egy bomba?
Köszönöm szépen a dicséretet. 3700 lájkot kaptam eddig, nagyon-nagyon-nagyon megtoltátok, 3800, pedig csak az előbb mondtam be, hogy mit kell csinálni, hogy ütögetni kell a kijelzőt. Once Forever 21, szia Ada, eredeti a hajszínem, nem, ezt minden 3 hetente megbeszéljük, amikor frisse van festve és nem látszik a renövés, nem eredeti a hajszínem. Csak ki van húzva a szem és Carmex-et használok, az a tuti, attól nem lesz cserepes az ajkam, mert amúgy nagyon keveset iszom. Esküszöm, el tudnának képzelni tévében mondónak. Na, ebbe bele is tört a nyelvem, úgyhogy még gyakorolnom kell addig. De köszönöm a dicséretet, imádom a hajad. Megkérdeztem, hogy ezt a fodrásznál hogy lehet kérni. Igen, mondom, mert direkt megkérdeztem nektek, ez színező. És ez a Matrixnak a P10 gyöngy színű színe. Ennyit tudok elmondani róla, ennél többet nem. Mivel ütögessem a kijelzőt? Én úgy ajánlom, hogy a kezeddel, de lehet, hogy mással is működik. Nem kell elmondani mindent. Amúgy, csak mondom. Ütöttem a kijelzőt, hogy mondtad, de sajnos betört a kijelzést, nem látok Bazsika. Nagyon vicces vagy. Nincsen barátom, férjem van. Járok-e sportolni? Odafigyelek a kajára. Odafigyelek a kajára, de nem úgy, hogy a mennyiségre, hanem nem fogyasztok cukrot. Tehát nulla cukor, erre figyelek oda, még mindig lusta vagyok edzeni, de majd eljön az az idő. Gyilkos Kala, elnémítva az élő videó egész időtartamára, szerintem megtiltva, és köszönjük szépen, hogy megkérdezted, sokat dolgozunk érte. Mások is így vesznek autót. Köszönöm szépen az információt és a moderátorok munkáját. Észrevettétek, hogy hat az idegrendszerre az időjárás? Én észrevettem. Szia Zoli! Bocsánat, lesokkolt itt a beírás. Bocsánat, nem köszöntem. Szia! Nem tudom fejben mennyi követőm van. Igazából egy videót sikerült felraknom reggel, és egész délelőtt köszönöm a követéseket. Köszönöm a követéseket. Csak azt látok követést. Szóval főztem. Főztem, felmostam, mostam, és ide rohantam a gyerekekért, mert azért ülünk itt, hogy várjuk a gyerekeket, de ezt már szerintem nagyon-nagyon sokan tudjátok. Oily Zoli írja, 22700. Ennyi követőm van. Köszönöm a követéseket. Hello, Danny Boy Official. Egy rakétával érkezett hozzánk. Köszönöm szépen a rózsát, Roland. Nagyon kedves vagy. Nagyon kedves vagy. Szia! Ma is, mint mindig, gyönyörű. Köszönöm szépen. Mi ilyenkor, Pali Sátán kérdezi. Egy csomó minden hull itt az égből. Ti is láttátok? Az esőn kívül úgy értem, valamit kaptam. Köszönöm szépen. Szia Meli, remélem, hogy jobban vagytok. Aranybánya. Aranybányát kaptam. Köszönöm Roland. Köszönöm. Nekem nem kell a kajára figyelni, a kaja figyel engem. Ádámtól rózsát kaptam. Köszönöm szépen. Ne haragudj, nekem sajnos mennem kell. Holnap érkezem. Nyugodtan menjél. Vicső és csodás napot kívánok neked. Szia Zolika. Most a Melinek kapar a torka, össze-vissza fertőzi mindenki egymást. Jaj, megpróbálom nem beolvasni az ilyen jellegű üzeneteket, de attól még látom, úgyhogy kedveskedjünk egymással, nagyon szépen kérek mindenkit, aki... Azt a micsoda napszemcsi! Bár a szemembe sütne a nap, komolyan mondom. Köszönöm az ajándékokat. Lacika 20, szia! Köszönöm a követéseket is, és a lájkokat is, 9400-at kaptam eddig. Szóval, szabaduló szobában voltunk, el akartam ezt mesélni, csak annyi mindenkinek köszöngetek. Suliban vagyok, már alig várom, hogy hazaérjek. Jaj, szerintem az én gyerekeim is alig várják, mert ilyen időben senki nem szeret iskolába érni, pláne ha kinti tesi van, vagy ilyesmi. Szóval egy vadnyugati szabaduló szobában voltunk, képzeljétek el. Nagyon hangulatos volt. Ki az, aki volt már ilyen jellegű helyen? Szia gyönyörűm, szia László Szabó 92, köszönöm Kittike a követést. Köszönöm szépen. Meg kellett oldani rejtélyeket. Na most nem tudom, hogy elmondjam, mert ha elmondom, és esetleg oda fog, köszönöm szépen az ajándékokat, hogyha oda fogtok menni, akkor lelövöm a poén. De hihetetlen volt, imádom az ilyen nyomozósdikat. Haver, 95, szia! Én voltam, de téged szabadítottalak volna ki. Elsőnek olyan jó vagy. Köszönöm!
Köszönöm, nem voltunk annyira bezárva, szóval ki tudtunk volna jönni, ha akartunk volna, de megoldottuk végig az összes rejtét. Kétszer kaptunk csak segítséget. És mondom, egy perc maradt. Nagyon izgultunk. A gyerekek is nagyon élvezték. Fel is álltam, már volt. A Neverlandbe voltunk, ez a Dohány utcában van, Budapest Dohány utca. De tényleg nem is mondok többet, mert lehet, hogy előzöm a poént, hogyha valaki szeretne menni. Szia, User62, ha beírod a keresztnevet, tudok személyesen is köszönni neked. De én egy színész voltam. Ja, hogy te színész voltál. Nekünk nem voltak szereplők, be voltunk oda zárva, és akkor át kellett jutni különböző helységekbe, aztán meg lelépni a lóvéval. Vagy nyugati rablás volt. Megszereztük a pénzt. Neked sosincs semmi dolgod, egész nap csak szerepelsz. Nem, aki sokszor van itt, már nagyon jól tudja, és akkor elmondom még egyszer, ilyenkor 45 percet vagyok, amíg várom a gyerekeket. Halenda busz! Igen, igen, hát ma vártam, amúgy itt előttem is áll egy busz, az iskola busz. De hát, örülünk, ha jön a busz. Mennyi pénzt zsákmányoltatok? Dollárba volt megadva, megmondom őszintén, hogy így fizikailag nem tudtuk megfogni a pénzt, mert egy vitrínbe volt, de megnyertük, tehát kiszabadultunk és leléptünk a nyereményen. Amúgy nagyon aranyosak voltak, mert meghívtak minket koktélra, pizzára, utána tényleg nagyon-nagyon cukik voltak. Hol is álltál? Másfél órát feküdtél a földön? Jó kis szerep volt, nem fáradtál ki a mozgásba akkor. Nem győzzük némit, eddig pedig köszöntem, hogy sziasztok. Szia, gyönyörű mosolyodon, legyen szép napod. Ágoston Ferenc, neked is csodás, szép napot kívánok. Hát komolyan, ha valakinél süt a nap, az mindenképp mondja meg nekünk, hogy hol van az országban olyan rész, vagy más országban. Szia Walter, gratulálok a nyereményetekhez, vagyis a helyezésetekhez. Ezt nem tudom, hogy nyeremény is járt-e vele, de nagyon-nagyon ügyesek voltatok, láttam a videót. Szia Aletta, hogy vagy? Észrevették, Pali, hogy nem vagy halott. Akkor ne feküdtél ott rezzenéstelen arccal. Szép napot, tanárnéni! Meg kell, hogy mondjam, aki még mindig azt gondolja rólam azután a videóm után, hogy tanárnéni vagyok, nem vagyok az, csak egy lelkes anyuka voltam, aki nyáron kifestette az osztálytermet, és csinált egy TikTok videót az osztályteremben, de nem vagyok tanárnéni. Köszönöm, jól esik, jövőre belehúzunk még jobban. Hát, szerencsém múlik, Walter, nem a belehúzáson szerintem a horgászat. De lehet, hogy most rosszat mondtam, és lekapod a fejemet utána majd privibe. Ádám Kucsere, szia, szia! Minden stabil veled? Hogy vagy? Nálam is Aletta minden stabil. Szikrázó napsütés. Jó, hát de az nem Magyarország. Már majdnem itt elment a kedvem, hogy megint rossz helyre álltam. Treffenvölt, köszönöm szépen a kérdésedet. Nem, mindenki szokott dolgozni, úgy keresi a pénzt. De szólj, ha tudsz valami jót, ami nem így működik. Walternek mindenki gratulál? Így van a hely, szerencsés legyen, többi horgászom múlik. Igen, mert láttam, hogy sorsolósdi volt. Most kezdett el sütni a nap, pedig borult, hát nálunk esélytelen, végig esik. És hideg is van, mert csak 12 és fél fok van. Én azt hiszem, meg kell barátkozunk ezzel, hogy ősz van. Kitty akart venni, képzeljétek, őszi díszeket a szobájába, elmentünk tegnap. És karácsonyi cuccok vannak kipakolva, teljesen lesokkolottam, hol van még a karácsony, úgyhogy semmi őszit nem tudtunk venni. De vettünk volna karácsonyi, de mondtam, hogy én nem vagyok lelkileg felkészülve a karácsonyra. 10.500 lájkot kaptam eddig, köszönöm szépen! A nyár a kedvenc évszakod, igen, nyári gyerek vagyok, és nagyon-nagyon szeretem a nyarat, még a tavasz belefér, amikor már melegebb van, de... Karácsonyi dolgok vannak kirakva, képzeljétek el! Egyetlen egy olyan helyen nem jártunk, ahol még lett volna bármi őszi, úgyhogy hát a Kitty ilyen tököt akart kirakni a kapura, tudjátok, de olyat, ami nem faragott, mert az mindig megrohadt, pedig domesztoszozni szoktam, amúgy mondom, hogy ez egy tip arra, hogy minél később romoljon meg a faragott tök. De tökre ki voltam ettől. Nekem még korai ez a karácsony. Dunakanyarba a keszegemet hajtom. Igen, a nyári gyerek meg a Balatonparton. Már csak nyár, még tél van. Ezt nem tudtam értelmezni, eskü Pest megye is. Köszönöm szépen az ajándékot! Egy csomó jégkrémet kaptam, egy telihűtő jégkrémet kaptam. Rám fér? Rám fér? Hali, hogy vagy? Köszönöm szépen, nagyon jól vagyok. Nagyon jól vagyok, de így, hogy végig utaztuk a szombat vasárnapot, mondom, a fél országot bejártuk, nagyon-nagyon elfáradtam. Köszönöm szépen az ajándékokat, köszönöm szépen. Szóval sokkal fáradtabb vagyok, mint pénteken, nem tudom, hogy lesz összehozva ez a hét,
de megértem, mert mindenki nagyon jól érezte magát, és kicsi kocsimnak első hosszú útja volt. Igen, nagyon izgultam. Féltettem az autómat. A városi közlekedésről meg ne is beszélgessünk. Két évszak van már, nyár és tél, tavasz meg az összabadságom van. Igen, én is ezt látom, hogy évek óta valahogy nagyon-nagyon összemosódnak az évszakok, vagyis igazából úgy érzem, hogy nincsen átmenet. Ezt a ruháimról veszem észre, hogy van olyan, amit föl se tudok venni. Ilyen átmeneti kabát meg cipőt. Lénye, megint a gyerekeket várod? Igen. Igen, még mindig őket várom, nem sokára érkeznek. Kedvenc szaloncukrod, Walter, nem figyelsz? Amúgy a zselés. De nem eszek cukrosat, meg most már zseléset sem, mert ugye az nem vegán, vagyis hát nem vega, fogalmazunk így vegánnak, meg semmiképp sem vegán. Úgyhogy nem ettem szaloncukrot nagyon-nagyon régóta. De tegnap ittam koktélt, és ebben volt cukor, szóval az egyetlen forma, amiben beviszem a szervezetembe a cukrot, az az alkohol. Nem vagyok alkoholista, de azért, hogyha inni kell, hát inni kell. Szia, a szemöldököt tetováltatva van? Igen, tetoválva van, és a szemhéjam is, és a szám is. Jól néz rá ki, köszönöm szépen Farkasdani, köszönöm szépen a lájkokat. 11.600 lájkot kaptam eddig, nagyon gyorsak vagytok, és köszönöm szépen a követéseket is. És a Mona olyan ügyesen válaszol azokra, amikre én nem tudtam. Még van valamennyi időm, igen, igen, nyugodtan menjél, hogyha dolgod van. Van már vegán szaloncuki. Megmondom őszintén, nekem az a klasszikus zselés, azt hiszem az narancsos. Tudjátok, melyiket mondom, az volt a kedvencem. Még nem ettem ilyet vegánba. De nem hiányzik. Igazából semmilyen cukros dolog nem hiányzik. Sose kérdeztem szerintem. De én az előbb mondtam el, mikor jöttél. Figyelj, Walter. Csak viccelek, szívom a Walter vérét. Tegény. Fiatal korodban mivel foglalkoztál? Mindig magammal foglalkozok. És a usernevedet nem szeretném beolvasni, hanem probléma. De neked szólt a válasz. Hol lehet itt live-ozni, és mikor, amúgy, hogy vagy? Anasztázia, nagyon szépen köszönöm a kérdést, tök jól vagyok. Live-ozni 1000 követő felett tudsz, ugyanúgy kell csinálni, mint amikor videót készítesz, csak nem videót készítesz, hanem a live-ot választod, és elindítod a live-ot. Megállt a komment szekcióm. Azt látom, hogy csatlakozott, követi a házigazdát, látom a lájkokat, senki nem beszélget senkivel. Gyanús a csend, majd mindjárt beugrik, vagy 50 egyszerre, ugye? Addig odasosolok. Tudtam, ha félrenézek, egyből beugranak. Igen, értem, köszönöm szépen, nagyon szívesen, Anasztázia, örülök, hogyha tudtam. 176 centi vagy én? Nem! Láttad a videómat? Na! Szemfüles, hát rá kellett lépjek a lábammal a centire, hogy ne pattanjon el, ezért legalább egy 15-18 centit le kell vonni. Azért tűnt annyinak, hogy olyan magas vagyok, de 164 centi vagyok. Szia, szép napot, Renike 35 neked is, Lackó 088, szia, köszönöm a követéseket. Igen, gondoltam, hogy lesz, aki azt fogja hinni, hogy olyan magas vagyok, és akkor előttem rá a törpillás zenét, de nem vagyok annyi. Szia István, köszönöm szépen, hogy jöttél, remélem jól telt a hétvégét. Scooby 168? Egy picivel magasabb nálam, vagy én vagyok egy picivel alacsonyabb, nézőpont kérdése attól függ, hogy innen nézünk föl, vagy föntről le? Köszönöm a dicséretet, user 9389. Palika, neked is csoda szép napot, üdvözöllek! Szia, üdvözöllek? Hát ez kérdés vagy állítás? Szerintem határozottan üdvözöltél, és köszönöm szépen. Bence, köszönöm a dicséretet. Tündi 174 centi. Tátra Varga, szia. Hello Tibi Csoki. Mindenki megérkezett, úgy látom. Palika, 2020 követi házigazdát. Köszönöm szépen előre is. Mit használsz a hajadra? Bocsánat, megzavarta. Megzavarta, jé. De semmi gond. A Stempodot használom, Steampod, attól függ, hogy ki hogy mondja, a L'Oréal-nak a cuccait használom rá, és azt kell, hogy mondjam, hogy egész jó. Tehát nekem nagyon csúnya a hajam, ha ki van szárítva, össze-vissza áll, ettől olyan, mintha normálisan néznék ki. Fittingben kicsit mások az arcélek a smink miatt, azért, mert ott filter van rajtam. Szerintem sokan tudjátok, de elmondom újra, mert vannak itt biztosan újak is, hogy nekem nem egyforma a két szemem, megmutatom.
nem tudom, hogy mennyire látszik, van egy bizonyos szög, nem egyforma a két szemzug méretem, és ezért felrakom ott a szempillát, és emiatt más az arcom. Amúgy meg így lehet, hogy pufi vagyok. Ja, lehet, hogy itt pufibb a fejem. Szóval ez történik ott a videóim, ezért vagyok egy kicsit más. Mert nekem nincs műszempillám, mert allergiás vagyok rá, és akkor ott meg olyan, mintha lenne. Te gyönyörű vagy, köszönöm szépen a dicséretet! 12.800 lájkot kaptam eddig, köszönöm szépen! Alcsot szem egyenlő? Alcsot szem egyenlő. Nem értem, Pali, légy szíves, még egyszer írd le. Tök jó a fejed, én bírom, köszönöm szépen, senkinek nem egyforma. Nekem nagyon nem egyforma, egy ilyen bizonyos szögben nézek, akkor olyan, mintha kancsal lennék, pedig amúgy nem vagyok, de nem tudom, én a Kitty is örökölt, ez neki is ilyen a szemecskéje, szegénykének. Majd biztos fog érte szidni, hogy ezt tőlem örökölt. Nem ezt akartam. Érte? Vagyis hát nem értettem, amit írtál, de már tényleg mentem, jó? Szia, Pali, köszönöm szépen, hogy itt voltál, további szép napot kívánunk neked. Köszönöm szépen a követéseket, leállítom közben az ablaktörlőt, minek mosuk az ablakot. Az arcot sem egyenlő, azt próbáltam volna írni. Ja, értem. Hát, én szerintem senkinek se, de majd, hogyha vége lesz a live-nak, nézzétek meg azt a Twinses videómat, amin ugye tükörképben vagyok, onnan meg tök más arról az oldalról az arcom, de senkinek sem teljesen szimmetrikus az arca. Egyszer csináltam magamra egy ilyen fotót, tudjátok, ami tükrözi az egyik oldalt, mintha nem is én lettem volna. Arcot sem vagyok. Jó! Engedjük el ezt, hogy nem egyforma az arcom, de már kezdek frusztrált lenni, komolyan. Szép napot, Gabeszka, neked is. Mindkét oldalunk más, mindenkinek nem szimmetrikus, senkinek. Ja. Szandra végre megmondta a Dótét, tényleg kezdtem már rosszul érezni magamat, úristen, mondom, lehet, hogy majd így oldalról beszélgetek. Így jó? Viccelődök, senki ne vegyen magára. Nem vagyok harapós, mert bárki beír, nem mondjuk az eső esik, tehát a kedvem nem annyira jó, de nem vagyok harapós. Sminkelem magam, igen. Most beszéltük ki a sminkjeimet is. Minimálisan. 13.200 lájkot kaptam eddig. Jól nézel ki, nyugi, jól megpróbálok megnyugodni. Elengedem ezt a kérdést. Profilból kell live-ot indítani. Mondjuk akkor nem biztos, hogy látom a kommenteket, de úgy kb. A felét most már oda tudom képzelni fejből is, hogy mik a szokásos kérdéseink. Ezt elkapcsolom, ezt a zenét velem szeretem. Milyen alapozót használok? A L'Oréal-nak a True Match, azt hiszem, nem tudok színkódot mondani. Kicsit pufibb, de jó ez így. Igen, egy kicsit pufibb a fejem. Amúgy meg egy csomószor számít az is, hogy mennyire van magasan a kamera. Azok, akik szoktak vidit csinálni, szerintem tudják, hogy nem mindegy, hogy mennyire van magasan, meg mennyire dől be a kamera. Nem mindig találom el az állványomon ugyanazt a szöget, amit előtte. Meg hát most költözök, képzeljétek el kell, hogy mondjam nektek, hogy a videógyártó helyszínemről le kell mondjak egy pár hétig, mert kisebb átalakítások vannak nálunk, úgyhogy valahonnan máshonnan kell majd megcsinálnom a videóimat. Ma lehet, hogy belehúzok, csinálok gyorsan egy párat, hogy fölismerjétek a hátteret, de aztán valami újat kell nézem. Lehet, hogy a Kitty szobájából fogok, mert neki nagyon szép a tapétája. Szia, kicsi séf, hogy vagy? Milyen a kinti lét? Nem láttam, mi volt a kérdés, de a Tibi mindenre tudja a választ. Köszönöm a követéseket. Mi lesz ma az ebéd nálatok? Csináltam rakott krumplit, brokkoli krémlevest, és csináltam pörköltet tarhonyával, és majd még fogok csinálni uborka salátát, de már arra nem maradt időm. És mostam is. Itt minden oké, és hulla vagyok. Hát Zsu, én is. Olyan fárasztó volt a hétvége, végig utaztuk az egészet, jól éreztük magunkat, de most már remélem ezen a hétvégén lesz egy kis stop, mert szeretnék csak úgy lazulni, meg tényleg arra vágyom, hogy csak úgy feküdjek az ágyban, asizzak és tévézzek. Ez minden vágyam mostanában. Amúgy meg mindjárt őszi szünet lesz. Aztán már csak két hét. Tegnap volt nagy a hajtás. A hétvége mindig hajtos a vendéglátásban. Igen. Anyu nem főz. Sándor Fodi írja nekünk. De szép vagy, köszönöm szépen Miklós. 14.100 lájkot kaptam eddig. A lájkot úgy tudjátok küldeni, hogy ide az ujjamra. Várjatok, nem látszik az ujjam. Kezemre, ujjamra. Na mindig belecsaptok a tenyerembe. Így kell küldeni a lájkot. Kész. Szia Gábor. De én nagyon-nagyon-nagyon csendes a komment szekció, vagy beragadt.
most már tudjuk, mit tettem, mivel vagyok kis minkelve, mérülök a kocsiba, megbeszéltük, milyen idő van, megyek dolgozni, további szép délután, Ada, holnap lesz live, Vivin, én úgy tudom, hogy lesz. Ez Vivi hangzott, nem? Hát ki múlna csak rajtam, de igen, hogy lesz, én azt gondolom, hogy lesz. Péntek lesz majd egy kicsit más jellegű, de csak a helyszín fog változni, de fogok jönni hozzátok pénteken is. De jó zene szól nálad, imádom. Most letöltöttem egy új playlistet, azért is tudtam ilyen későn becsatlakozni, mert valamiért nem akart összehangolódni a telefon a kocsimmal. De igen, ez valami új, azt hiszem, hogy mai a YouTube-ról. Köszönöm szépen a követéseket, és ahogy kimondjuk, milyen jó zene, ki is kapcsoljuk a zene. Hú, ezzel én is írjuk, el tudnám viselni fekvést, nasizást, tévézést. Igen, a vendéglátós, a boglárka is. Igen, nektek nagyon hajtos volt biztosan a hétvége. Én nem tudom, szerintem van ilyen is, hogy őszi fáradtság, nem csak tavaszi. Ahogy jön ez a borongos idő, az emberek szerintem egy kicsit úgy leülnek. Bocsánat, hogy így bebancsítottam, csak valamiért ez itt édesült a szemembe. Mercedes még? Felhívtam véletlenül, segítséget kértem. A lámpát akartam lekapcsolni. Ha! Nekem is mennem kell, puszi, szép napot. Szia, Szandra, köszönöm szépen, hogy itt voltál, csodás napot kívánok neked. Jó, elszállt a zenénk. Már mindjárt kapok segítséget is. Félre nyomtam. Szoszó, üzeni, hogy szeretlek, szerelmem. Köszönöm a szerelmes üzenetet, nem tudom sajnos fiszonozni, de nagyon kedves tőled. Én novembertől márciusig depressziós vagyok kb. Hát nagyjából én is durogok hetekig, amikor megérkezik a szaridő. Nem tudom, hogy mit nyomkodok. Most jó. Képzeld, szabadnapos vagyok és lazulok, mert nagyon fáradt vagyok. Jól teszed, jól teszed. Mindenféleképpen. Bocsánat. Már sok info jött itt be egyszerre, hogy nem tértem magamhoz. Szeretem ezeket a beköszönéseket, nagyon kedvesek vagytok. Szóval, aki tud lazulni, az lazuljon. Én, ha tehetném, beülnék egy kád vízbe, és ennyi. Ott lazulnék. Hát, ha nálunk csak a hétvége hajtós, az a baj. Szia, Kevin! Hát, nálunk nem csak a hétvége. Jó van, tudok olvasni. Olyan gyanús volt. Mondom, ezt miért írtad volna be? De nem, aztán rájöttem, hogy rosszul olvastam. Felhő Music. Szia! Szia, szia! Hogy vagy? Köszönöm szépen a követéseket. 16.900 lájkot kaptam eddig. Nagyon sok vendéglátósunk van. Megérkeztem! Lehet imádni Vivcsót, mindenki imádja. Én főként. Én nagyon kedvelem a Vivcsót. Délutános hét, de utánom. Semmi baj, Kevin, jössz, amikor tudsz. Én se tudok mindig menni hozzád. Ha csak pár perccel is néha azért beugrom, de van, hogy napokig nem jutok el senkihez. Imádlak is, egyből. Elkéstél. Késtél, ülj le. Szamárpad lesz ebből. Dehogy is. Nem késett. Mindenki akkor jön, amikor tud. Nem kötelező. Mindenki akkor jön, akkor megy, amikor akar. Nem vagyunk sértődösek. Köszönöm szépen a lájkokat és a követéseket is. Képzeljétek el, hogy pénteken iskolanap lesz. Voltam már, csak el kellett szabadulnom. Én már meg sem mertem szólalni, mert én láttam, hogy mondtad, hogy majd mindjárt visszajössz, tehát mondom, hagyom az Olit. Hagy húzza ki a gyufát nálad, Vivcsú, majd lerendezed őt egy pillanat alatt. Én vagyonőr vagyok. Én parkolóőr vagyok. Csak viccelek. Jaja, akkor én késtem. Igen, igen. Egyébként igen, Zoli, nem akarok újra mutogatni, de szerintem, ha valaki késett, az nem a Vivcsú volt, hanem te voltál. Fémiparból is van valaki. Jó, ha szeretnétek, leírhatjátok, hogy mi a foglalkozásotok, és akkor itt megvitatjuk. Emberek, ebbe a balhéba jobban belekeveredni, bocsánat, ki kell húzzam magamat itt. Pártatlan próbálok maradni. Mondjuk a Vivcsót nagyon kedvelem, csak mondom, de... Cipzár a számon? Völgyi Balázs, szia! Asztalos, ugye? A B. Balázs, jól emlékszem. Feltartott a főnököm. Te magad ura vagy, nem, Zoli? Ez kamuduma. Csabi, köszönöm szépen a kérdést. Azért mondom, mert lehet, hogy új vagy nálunk. Nem szoktunk erről itt beszélgetni. Komoly dolgokról. Milyen viccelődősek vagyunk, munkáról nem szoktunk beszélni. Legalábbis az én foglalkozásomról és az én munkámról nem szoktunk itt beszélni, de ti nyugodtan leírhatjátok, hogyha szeretnétek. Na, ez se jött be! Tényleg kihúzom magam ebből a beszélgetésből.
Szóval pénteken ugye ott álltam a parkolónak a kinti részén, mert hogy ezt itt aszfaltozták, sokkal jobb lett. Nem is értettem a szint különbséget, de most már így már kezdem vágni, meg amúgy kaptam egy rendeltetésszerű használatról egy papírt, hogy hogy kell a parkolót használni, képzeljétek el, nagyon vicces volt. De van, akinek nem egyértelmű, hogy kell parkolni. Szóval volt asztalosunk, fémipari munkásunk, volt 3-4 vendéglátósunk, ugye jól emlékszem? Szeretné még valaki elmondani? Ez nagyon depressziós szám, elnyomom. Nem tetszik ez a playlist. Nem tetszik. 4 szakmám van amúgy, de nem részletezem. Jó. Az se baj, hogyha nem részletezed, de nagyon ügyes, hogy ennyi mindenhez értesz, Gábor. Szép napot kívánok, hölgyem. Végre megérkeztek a kommentjeim, tök nagy csönd volt itt, meg voltunk állva. Szakács vagyok és konyha vezető, egyben Boglárka, mondja. Pinterné Leila, jól mondom? Szia, szia, köszönöm, hogy itt vagy. Rozália, szia. Én cseléd vagyok jelenleg, én mindig is az voltam. Nézed, hogy eszi a salátát a cseléd? Jól mondom, úgy van az a videó? Még mindig. Életművész, amúgy most heggesztő. Úristen, szia! Szia, lovas 41! Akinek nem olvasom ki a usernevét, annak azért, mert az káromkodós usernév, de nyugodtan kérdezhet, maximum nem fog rá válaszolni. Te vagy Louise magyar hangja a Family Guy-ból? Nem, miért olyan a hangom? Nem tudom, hogy neki milyen a hangja. De nem, biztos nem. Köszönöm a szerelmes üzeneteket még mindig. Ha én elmondanám, mit dolgozok, akkor sajnos a bolizolit ki kéne csinálnom. Irodavezető. Boliz Gabó. Nem fogunk tudni ebben a stílusban beszélgetni. Kicsit vegyünk vissza a tempóba, és akkor tudsz nálunk maradni. Elkiabáltam. Szigorúak a modik. Elnézést előre is. Elnézést. Nem tudok a szemedbe nézni. Én magánoviban voltam csoportvezető, most anyuka vagyok, közben tovább tanulok online. Online óvónőnek? Van ilyen, hogy online óvónéni? De izgalmas. Ez már nagyon modern foglalkozás lesz akkor. Tök jó. Komolyan tök jó. Nekem meg lehetne egy online tanítónémim, aki megírja a házit a gyerekekkel délutánonként. Eskütök jó lenne. Végre egy nő, aki vidáman live-ol ma. Miért a többiek rossz kedvűek? Biztos az időjárás miatt. Rozália 5, szia, köszöntelek a live-ban. Online tanulok. Ja, nem az a neve. Jó. Online tanulok. Online. Jó van. Pedig mekkora ötlet. Komolyan. Jó van. Mindenki értette rajtam kívül, csak én vagyok ennyire leufolma ma. De mindent fogjunk az időjárásra. Tehát ha nem vagyunk elég jó kedvűek, vagy nem értjük, amit írnak a nézők, akkor nem sötétek vagyunk, csak nem vettük a lapot elsőre. Patrik, köszönöm szépen a követést. Egy rózsaszín kontúrvonalat húztam, és a Carmex-el szoktam. Tudjátok, az a sárga, piros a kupakja, mert a többi nem, nekem nem működik olyan jól, a többi féle Carmex, és akkor azzal csak így összehúzom. De tetoválva van a szemlet, hogy azt a szint látjátok. Értem, hogy most jött be ez a fajta tanulási lehetőség. Köszönöm szépen a széleskörű információt. Bocsánat, hogy félreértettem még egyszer. Magyar vagyok, megérkezett a kérdésünk. Igen, annak vallom magamat. Köszönöm a moderátorok munkáját. Front van ma, front van. Nem mindenki tud vidámkodni, meg viccelődni, meg jókedvű lenni. Én próbálom venni a humor, de nem mindegyik humoros. Nem tudom, Walter, hogy gáz-e, mert nem tudom, mi az. Ma ilyen izé vagyok. Hülye szőke verzió, egy csomó mindent nem értek, látod. Hát alapvető információkra nem tudok válaszolni, vagy információt adni alapvető kérdésekre. Igen, inkább ez. Márint alapból nem vagy az, márint magyar, de tökre magyar vagyok. Itt születtem, ez a hazám. Walter, ha tudtalak volna, akkor majdnem némítalak. Walter, csak óvatos rá, mert aztán oda tudok nyúlni, hogyha akarok. De vicces ez a Zoli. És ki? Azt hittem, hogy tényleg le lett némítva Walter az egész élő videó tartomára, de nem.
Robbanó motoros háti permetező, van-e eladó? Nem hiszem, István, nem hiszem. Rotációs kapa ugyanitt. Katalizátor mellett boiler csere lehetséges? Amúgy képzeld, múltkor olyan vendég jött be, hogy kiégtem. Hát szerintem nem csak egy, hanem több is szokott olyan lenni. Köszönöm szépen a követéseket. 18.700 lájkot kaptam eddig, a lájkot úgy kell küldeni, hogy tetszőleges ponton ütögetitek egymás után a kijelzőt. Visszaadom a moderátori kitüntetésem, de hogy adod vissza? Amelie az röhög, az egyfolytában röhög. Szegény Walter már megbánta, hogy belépett a mai live-ba. Ne, csak viccelünk, de hát eddig ugye volt tűnve, muszáj most már kiéljük magunkat, hogy végre megérkeztél, eddig csak a horgászáson voltál elfoglalva. Nem kaptam választ. Nem tudom, hogy mire nem válaszoltam, de lehet, hogy a moderátorok nagyon szívesen válaszolnak neked, hogyha elsiklottam a kérdés felett, vagy nem tudtam felolvasni. Bocsánatot kérek. Jocó, szia! Walter azt bánt, hogy felkeltél. Én nagyon korán keltem ma. Azt hiszem, hogy olyan 4:30 körül, valami ilyesmi. Meg is lepődtem magamon, úgyhogy egy csomó mindent megcsináltam már délelőtt. Szia Tomi, köszönöm szépen, hogy itt vagy. Anyuka vagy? Igen, anyuka vagyok. Két gyermekem van, és a gyerekeket várjuk az iskola parkolóba. Nem sokára fognak szerintem jönni. Stefano Johannes, szia, szia! Köszönöm szépen, hogy ilyen aktív vagy a videóim alatt. Köszönöm szépen a kommenteket. 4:15-kor kelek minden nap. Úristen Walter, és mikor fekszel? Igen, a Vivcsó bármire is mondott, igen, a 100%, hogy úgy van. Mi újság, Kemencei Patricia? Kérdezi, minden szuper nálad, mi újság, Patricia? Á, olyan... Nem láttam. Nem láttam, most túl gyors. Mi az álmod, ami még nem valósult meg? Van egy pár, de nagyjából majdnem mindegyik utazással kapcsolatos. Igen, majdnem mindegyik azzal kapcsolatos. Nagyon szívesen a választ, hogyha válaszoltam. Remélem nem ironikusan írtad, mert nem válaszoltam. 9-es 9, de jó user neved van, tök jó, de szép a pillangó, köszönöm szépen, szia! Napról napra szebb vagy, ahogy elnézem, köszönöm szépen a dicséretet és a követéseket is. Nem tudom, a Vivcsó mi röhög, de olyan jó kedvű esküvír illem. Ilyenkor úgy szeretném látni az arcotokat. Volt olyan, hogy csak rendeltek egy zsemlét, csak úgy. Zsemlét? Ez nincs is külön az étlapon, nem? Mi a véleményem a motorosokról? Nincsen számottevő véleményem róla. Volt idő, amikor én is sokat motoroztam. Egyel hátrébb, nyilván nem vezető pozícióba, de sokat motoroztam. Amúgy szerintem veszélyes. Veszélyes. Szép a körmöt, köszönöm. Most majd meg fogom csinálni nem sokára. Kittinek megcsináltam hétvégén, mert tökös köröm kellett neki, hogy Halloween van. Nagyon cuki lett a körme. Olyan, mint a profil képem az arcom. Olyan, mint a prof képem az arcom. Nem tudtam ezt most összetenni. Legyen gyönyörű napod, puszi mindenkinek. Neked is köszönjük szépen, Leila, hogy itt voltál. Csodás napot kívánunk. Nincsen, de neki... Ja, hogy neki csak zsemle kellett, hát lehet, hogy boltba kellett volna mennie inkább, összekeverte. 20.400 lájkot kaptam eddig. A múltkor tettem nektek ígéretet rá, hogy ugye mindig törpilla, igen, jelen itt vagyok. Tettem ígéretet rá, hogy a gyerekeket megmutatom, és mindig elfelejtem, vagy valami közbe jön, de ígértem, hogy az Instára rakok föl, az Instagramomat pedig ugye a TikTokon keresztül tudjátok elérni, ott van a kis jel a nevem alatt. Majd nézzétek meg a gyerekeket, csak nektek raktam föl, ott vannak sorba kis történetben róluk fotók. Köszönöm szépen a mai figyelmet, csodaszép délután kívánok mindenkinek, kívánnám, hogy süssön a nap, de lehet, hogy lehetetlent kívánunk. Ettől függetlenül mindenki érezze nagyon jól magát, sok puszit küldök, holnap találkozunk, köszönöm szépen, 20.800 lájkkal zárjuk a mai live-ot. Puszi, sziasztok!